meglepődtem. Arról nem volt szó, hogy szellemeset szeretné játszani. Meggondoltam, hogy kirakom az inventorimból itt a szírszarokat, mert igazából most a küldetések leadása az engem hátráltat. Mert nem kellenek. Egyáltalán nem kellenek ezek a küldik nekem. Hát oké, akkor csak a szöveget olvasd, de hát ha ad valami iránymutatást. Hogy nézem, ilyen extra itemeket nem nagyon jutott. Az egyik az ilyen Arcane Pedestalt ad. Nem, hát az Arcane Pedestal ugye már réges-régen elkészült. Értelek, csak sorolom, hogy, mi, tehát, hogy miket ad. Tehát a legtöbb nem ad olyanokat, egy-kettő ad valami értelmesebbet, hát azt majd meglátod. Nem, hát itt az van, hogy ha megcsinálod az Infusion Craftingot, akkor a következő szintjére léphetsz a küldisorban a mágiának, és Adept Taumaturgiba léphetsz bele, ahol azt hiszem energetikai, energetic crew, igen. Tehát itt próbál velem egy pálcát csináltatni. The Great Wood van, igen. Igen. Tehát nézem azt, hogy hova próbál minket elvinni. Great Wood Road, Primal Charm, Leech Bone, rozsdamentes acélcsavar. Aha. Itt mutatja, tehát azt próbálja mutogatni, hogy mit csináljak, milyen alapanyagokból csináljak pálcát. Azt mondja, hogy Greatwood Roddal, Primal Charmmal, két Nichebonnal és rozsdamentes acélcsavarral próbáljak egy 75 vizes pálcát csinálni. Na, hát akkor legalább adott valami is. Jó. Szia Gábor, hello hello. A Scepter is crafted from Scepter. Scepter a neve. Köszi szépen Gábor. Mai projekt, szeszelünk, én Taumcraftozok, és konkrétan próbálok találni Scepter, ilyen létezik, tényleg létezik ilyen. Scepter, beszarsz. És itt a pálcánál is, tehát hogy szeszelünk, itt van, hogy Crafting Scepters. Aha, ezt ki kell kutatnom. Na, tehát akkor mégiscsak segít valamennyit a küldjük. Hát valamennyit mond, igen, de láttam már nagyobb segítséget életem során. A... hát jó, nem tutoriál, tehát... mindegy. Végül is az összekötős játékot olyan rég játszottam. Ha még nagymamásot játszol, addig mindjárt visszajövök egy pillanatra, elmegyek. Jó. Fát is be kell kötnöm. Szóval ilyen szeszelős nap van a mai napon. Semmi komoly elképzelés nincs arra vonatkozóan, hogy
hogy egyáltalán csinálnánk-e bármi komolyat is, hanem ilyen előkészítek. Nagyon sok mindent előkészítettem már, tehát hogy itt vannak egy csomó taumium csövet csináltam, itt van a szűrcső, majd még csinálunk csapokat, buffereket, csináltunk közben taumiumot, közben kutatgatunk, fejlődgetünk, ismerkedünk vele, tehát hogy így azt mondanám, hogy na nézzük ezeket a szkeptereket, igen, azt mondja, hogy aha, de az csak egy olyan pálca, és az meg 150-es kapacitású, de iszonyat sok minden kell bele. Aha, a szkepterek specializált pálcák, amiket mitikus objektumok kraftolására terveztek. Faktorióban vagy benne egy hasonlóan egyszerű modpackben? Az is jó. Az is fasza lehet. Oké, okay, fókusz nem lehet rájuk rakni. De ez már egy, hát egy jobb pálca végül is, mert ahelyett, hogy 5%-kal drágábbat csinálna, ehelyett 10%-kal olcsóbb, illetve azt mondja, hogy a második szinten 50%-kal több vízt tartanak, mint amit normálisan engednének. Uh-huh. Ugyanúgy kraftolható, mint ahogy eddig is minden más. Néhány kivétel a következő lapon található. Hát az meg valami tök más. Jó, tehát akkor kell hozzá. Rostamentes acélcsavar, Greatwood Road, Taumium Cap, meg egy kis Lichbond, tehát Salis Mundus kell főznöm. Kellek, hogy átmentek a nadőrbe? Menjen nyugodtan. Tehát a Salis Mundus az úgy készül, hogy kell a balanszett sárd, és ezt le kell darálni, ha jól látom. Vagy... Salis Mundus Duplication, létezik rá duplikáció, hogyha az én bőrkészítést megtanulnám. Ami a Taumic Basis, mit tudom én, hol van a Taumic Basis. Taumic Basis. Ember. Jó. Igen, nem nagyon kutatgatta meleget korábban, mert hogy amikor rohantunk, alacsonyan röpködtünk, akkor nem kutattunk, és ez most visszaüt. Simán használjuk az embert már réges-rég, de egyébként nem kutattuk ki. Nagyon jó. Hogyan jutunk el a csapdusz? Hát ez sima liba. Kikutattuk az embert. És akkor a Salis Mundus duplikáció mehet. Ez nagyon jó. Oké, ezt összekötjük egy olyannal, és a levegő, a víz és a földet úgy, azt potenciára hozzuk, itt a helyhiánya probléma ezen a részen, hogy itt ordóval összekötjük, azt úgy szintén ordóval összekötjük, a levegőből lehet tűz és potencia és ordó, tehát kell még potencia, melyik az tűz és ordó. Levegőből, majd itt lesz potencia, itt lesz ez, és itt lesz tűz, igen, és víz meg így, és jaj, nem jó. De jó lesz. Méreg, perdíció, nem jó, a vízre keresni kell valami,
kevésbé rossz megoldás, mindjárt keresek is. Kevés a helyem. Ilyen helyhiányos kutatás. Ennyire kevés vizes... Nem sok vizes kutatásunk van, ami azt illeti. Víz, szív, föld, tessék. Találtunk egy ideálisat. Talis Mundus duplikáció, ami azt jelenti, hogyha mindenféle aspektus keverünk, akkor lehet egy Talis Mundusból kettőt csinálni. A Talis Mundus egyébként balanszett sárból készül. A balanszett sárdot pedig egyszerűbb, az sokkal egyszerűbb megcsinálni, és utána balanszett sárdokból csinálgatni. Mert ezek alapesszenciák, amiket könnyű viszonylag megszerezni. Van valamennyi egyébként balanszett sárdból, de ennél több fog kelleni. Úgyhogy ez itt az Ignis, igen. Az biztos, hogy a földből elviszünk egy üveggel, igen. Uh-huh. Az ordó is alapesszencia, abból is viszünk egy üveggel, itt bekészítgetek dolgokat. Azt mondja, hogy a Talis Mundushoz a balanszett sárdot miért nem mutatja a balanszett sárból való készítését a Talis Mundusnak a Towncraft? Azt nem akartam így, na mindegy. Mert ez annyival egyszerűbb összetörni a balanszedet Talisszá. Na mindegy. Jó, és a balanszedet meg izé... akármilyen sárdot belerakok. Melyiket nem akarom megcsinálni, inkább az a kérdés. A balanszett sárdnál a... mit nem akarunk megcsinálni. Ugye tűz-földrend van. Mindjárt érteni fogjátok. Tehát a balanszett sárd úgy készül, hogy ugye van 6 alapesszenciánk, és amit kihagyunk, az az eszencia nem fog kelleni bele. Levegőt, tűz, a víz. A víz az izé. Föld, rend, entrópia. Entrópia, hát egy entrópiát kéne kihagyni? Nem nagyon van entrópiánk se, ha jól sejtem. De ahogy elnézem, levegünk se. Oké. Okay. Csak már kiemlékszik arra, hogy miben van levegő eszencia. Mondjuk szerintem a madártolba, és azt meg azt mondta a Csikvaró, hogy ott kell majd arra felé lopni, ha itt nincs. De a sok crafting table melletti acél chestbe vagy iron chestbe van, nem tudom hány stack madártól. Igen, megvan. Megvan éppen. Éppen csapom szét az egy stack madártollat. Van benne tollusz, meg van benne levegusz, és nekünk a levegusz kell, de sok. Úgyhogy... levegusz, ez az egyik, ami izé... aztán a következő, a balanszett sárban... megvan a levegő, meg a tűz, meg a rend, meg a föld. Levegő, tűz... izé, miben van víz? Óceánból. Igen. És hogyha nem óceánból akarjuk a vizet kinyerni, akkor miben van víz? Kaktusz. Nem tudom, keresek kaktusz. Mindjárt megnézem neked. Azt mondja, itt van, hogy kaktusz. A kaktuszban van víz, meg van perdíció is egyébként.
De rengeteg mellékes is van. Hát, normál kaktuszból nekünk van egy szekkünk. Szerintem van, csak az ott ugye a kezdetleges farmatok mellett a ládában néz meg. Vagy ha más nem, akkor arra le a kaktusz farmat. A kézit. Nem ájultam el a mennyiségtől. Eddig nem volt felírva se, szóva se. Most melyik aspektus kell neked pontosan? Melyik a vízé? Aha, ha víz. Aqua, aha. Mulcsot nézd meg esetleg. Ja nem, azt nem tudunk. Azt már elő kell állítani. A cukornád is jó. Az is jó. És azt learatom. A cukornádból könnyebb egy stacket összeszedni. Nem? Nem tudom, ahogy gondolod. Most nézem ugye a táblázatot, hogy mi olyan egyszerű van, ami csak maximum kettő, tösz, kettő. Hát a cukornád se kettő, de ha már... Könnyen előállíthatót keresünk, akkor viszont izé. Tehát nem a kaktusz lesz a ledarálós, hanem a ezért cukornád inkább. De most tök mindegy, mert most jelenleg levélusz, meg levegusz, van itt minden is. Annál én találtam majd, ami tisztább lenne. Hagyja a cukornád, ez szevasz, szevasz. Tehát vannak, csak ugye... Az nem... Tehát nem elérhető, vagy egyszer olyan rohadt rá, hogy nem éri meg szétbontom. Jó, hát azért mondom, hogy nem esek kétségbe, hanem... De emléltek, hogyha bármelyik színes agyagot szétszeded, abból lesz aqua meg terra. Igen? Hát nézd meg itt a táblázat, szerint az van, csak nem tudom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a legfrissebb táblázat. Azért mondom, hogy nézzél rá. Jó, a levegő megvan. Mindegy, itt még olvastak le egy csomó tollat. Na mindegy, hát lesznek itt eszenciáink, hát ezzel ettől szöszölős, nem? És majd annyi lesz, hogy majd egyszer csak majd nagyon meg fogok éhezni. Csinált fenyves kaját, nem tudom. Nem a játékban, hanem ugye a valós életben. Hát, akkor is hív föl fenyvest, adjon kaját. Küld neked egy pizzát, rigottan. Idillájba egyet. Azt mondja, üveglap. Sima, egyszerű, mezei üveglap. Láttam, egy csomó helyen volt. Az biztos, hogy van. És ez normál üveg, de mi üveglapot keresünk. Hát, megvan. Elfogytak az üvegeim, az eszenciák üvegei, és amúgy igényt tartanék rá. Dobd már át oda. Így, igen, majd mindjárt megfejtem, hogy mi ez kell. És hozzá magaddal a gumit. Úgy. Most ezt kicseréljük. Igen.
És egy tech üveglapot ide rádobunk, a helyzet így jobb lesz. Ugye? Ugye, hogy ugye? Jó van. Másik adag üveglapot is elhasználjuk. Lemerült a bot. Megint a pálcát tölthetem. Jó is az a nem. Neked kell még majdnád ősztart? Parkcraftinghoz kell, illetve ha ki akarjuk, majd növelni akarjuk esetleg a farmolásnak a sebességét a farmba, akkor tudod, lerakhatunk még ilyen aratósat, és akkor a kettő rohangál biztos gyorsabban aratnak, mintha egy. Jó, mert ugye néztem, tehát méhecskével tudnék majd lassacskán csinálni vidőrkoponyát, csak ahhoz kellene nekem taumium folyék, tehát a taumium ingotot le kell majd olvasztani egy, hát hogy egy pár stack majd kellene. Jó, hát ez azon dolgozok, hogy automatán tudjak ilyeneket neked csinálni. Mert ugye mikkel vas kell hozzá, meg ugye a perdítió, hogy jól emlékszem, tehát hogy ami a waxból kijön. Azon kívül kell még más eszencia hozzá. Mert én már nem tudom követni, meg nem is akarom, őszinte leszek. A mágia, a mágikus eszencia kell meg vas hozzá, hogy taumiumot csináljunk. Tehát csak a waxot kell használni effektíve. Jó, abból van a legendő. Mert ugye az igen, a... Igen, abból van. Csontis téma sok taumiumot megenne, de hogyha nem tudjuk máshogy megoldani még jelenleg, mert a maximum csak EV-be fogunk tudni farmoltatni fekete csontit, addig nem. Ezt majd meglátjuk, hogy mennyire kell a Nether Star nekünk. Mi oda tettem le, hát ezt a bénát, mint én. Jó. Csináltam egy jó nagy adag üveget is magamnak, ilyen eszenciás üveget. Az is legyen elegendő. És a vízus az, amit le kell olvasztanunk nagy tételbe ebből. Figyelj! 5 darab eszenciát kell előállítanom, a 6. lehet maga a kristály, amit csinálok. Nem tudom, perdíciónk az nincsen tarcsiba, mi? Úgy látom, nincs. Jó. De csinálja, tehát, hogy
levegő eszencia, az ott van egy egész üveg, de még lesz extrába, az nagyon... Mégis az tök jó. Igen, abba is ez van, ahogy elnézem most. Pumpolom ki az eszenciákat. Good, izé, jó. Nem énnek kell egy új üveg. Egyébként nem lesz kevesebb eszencia idővel. Baró. Hát gondolom a sok melléktermék miatt, de később csak tudsz vele. Azt mondtad, hogy van valami eszencia égető, és nem tudom valami. Majd lesz mindenféle, meg void jar, meg minden. Maximum akkor abba beleteszed, azt akkor elégeted az eszenciát, az nem tudom mennyi EU-t, vagy RF-et, vagy mit fog termelni, ez betápláljuk a rendszerbe. 100 000-eket per eszencia. Nagyon-nagyon jól tud termelni a Homecraft. És az mennyi idő alatt állítja elő a 100 000-et? Tickenként? Vagy az hogy? Összenézted? Azt nem néztem, hogy milyen sebességgel, de... Nem volt szar, arra emlékszek. Jó, víz, izé, megvan az 5 eszencia és a 6-at, izé, viszont... Viszont... Nem hiszem, hogy... Sikitófrász kap a csíkbaró, ha elmondom neki, hogy már lassan az első szexenet elhasználtuk. Ajaj. Tudod, hogy hogy készül a faszén? Ebbe a modpakba? Igen, belenyúlok ebbe a dobozba és kiveszem. Értem, ez ugyanúgy, mint elmész a boltba, azt veszel egy, vagy elveszel egy zsömlét a pultról. De attól nem tudod, hogy hogy készül a zsömlét. Keltésztából? Akkor sikítófrászt bejátszom magamtól, mert elhasználod a tésztek a szene. De nem, ez így izé, ez így szerintem nem annyira gáz. És akkor pillanat, mert most gondolom végig, hogy a Salis Mundus balanszett sárgyához, nem emlékszek, hogy a balanszett sárd... Salis Mundus... De a balanszett sárd hol van? De nem itt. Egyébként a mágiával is lehet gyorsabban növő növényeket majd csinálni. Okay. Többfajta féleképpen tudnék én is rajta gyorsítani, tudok gépekkel, tudok különböző, tehát a botaniának is van elméletek, igen. Tudok még akkor a Blood Magic-kel is rajta gyorsítani, tehát ez mind ugye össze lehet itt szépen mixelni a végére úgy, hogy konkrétan semmi más nem lesz, csak olyan tikkenként így a növény megnő és learatódik. Meg amúgy a Gregteknek van külön ilyen növény leszedő cucca, meg ültető is, tehát van ilyen gép. Tehát hogyha valaki azzal meg akarja oldani, meg tudja, lehet majd később, hogyha gyorsan kell valahol, akkor majd azzal megoldjuk. De ugye ott van másik opció, például a méhecske, ugye azzal több mindent elő lehet állítani. De a növényekkel bizonyos dolgot meg lehet csinálni, vagy elő lehet állítani, amit a méhecskékkel nem. Úgyhogy így majd, hogy mondjam, lehet használni vegyesen mind a kettőt. Aha.
Használhatnám a taumiumot, mint ezért, taumium rodot, ha a 75 aspekt, hát ne spassz meg, úgy van ez megcsinálva, hogy sehogy nem jó. De egyszer csak elérsz a 75-ös pálcáig, tehát most nem azt csinálod? Nem. De hogy is? Nem. Ezért Salis Mundus csinálok, meg ezt a Taumic Nature-t akarom kikutatni, mert ez meg érdekel csak, hogy mi van benne. Két aspektus van benne, ebből az egyik az az, ami a másikban benne van. Igen. Nem bonyolítom túl, csak akarom látni, hogy a taumium, vagy a taumkrabba a növény mondja, hogy... valami Swed nevezetű növényt tudunk már csinálni. Swed. Igen, amiből... nem tudom, mi lesz ebből. Ha ez technikailag, hát azt olvasom, ez technikailag egy gaz, de hogyha hagyjuk egy kicsit nőni, akkor megnő teljesen, és cukrot és rideket dob, és kurva gyorsan terjed magától. Tehát konkrétan akkor szét lehet vele fertőzni a mapot. Aha. És lehet megtanulni a plaxot, meg a metal itet, tehát amivel fémet, meg valami más, más mágikus növényeket, gondolom ez a mágikus varrás, illetve tiltott tudásként valami virágozást is lehet csinálni. Botaniát írott, vagy virágozás, már nem mindegy. Virágozás. Valami Aurelia nevezetű, öregebb növény, tiltott tudás. Kisebb tiltott, tehát egy warp. Nézzük a tömeggyártást, hogy abba tudunk-e segítkezni valamennyit. Jó, messze vannak egymástól a dolgok. Király. Csak meg ezt az entrópikus gyártási folyamatokat. És akkor hozzá tartozik, majd elolvasom, hogy ez most elmondja nekem, hogy hogyan készül egy darab wool-ból négy szövet, vagy itt szétszedegetni tud dolgokat. Egy darab blaze broadból négy darab blaze powder, ez fontos, nagyon. Oké. Okay. Drága penészem. Na jó, szórakoztatj egy kicsit az embereket, mindjárt jövök. Mivel szórakoztasson őket? Nem tudok semmit sem. Elmondhatom. Én közben a Netherben vagyok és a méhecskékkel halad. Előre. Vagy korábban azt beszéltük meg, hogy az lett a közös döntés, hogy ne építsünk óriási gyárterületen energiatermés, ezért próbáljunk meg egy alternatív útvonalat keresni. Erre opcionálisan van egy olyan méhecske, amelyik tud nekünk dízelt előállítani megfelelő lépből, tehát dob majd egy sima olajos lépet, meg dob majd egy dízeles lépet, és akkor azt még majd
vagy felhasználjuk, vagy némi kis energiabefektetéssel, meg némi vegyipar besegítésével fogunk tudni egy erősebb üzemanyagot előállítani, aminek ugye nagyobb lesz az energiasűrűség, és akkor a HV korszakot talán azzal át tudjuk vészelni. Ugye az következő korszak az LV, ott pedig ugye bejön az atomerőmű, a plutónium, uránium, úgyhogy akkor mindenféleképpen már majd arra fogunk áttérni. De a jelenlegi etanolos rendszer hosszabb távon nem működőképes, mert pikpak le tudjuk fogyasztani sajnos, hogyha csak a feldolgozó rendszer megy például, mint az érceket feldolgozzuk, úgyhogy nagyjából most jelenleg a helyzet, én ezen dolgozom, különböző lépcsők vannak, majd a palát később érdekli, akkor majd részletesebben be lesz mutatva, hogy hogy kell a méheket keresztezni, hogy jönnek ki ezek a méhecskék, mit tudnak dobni, mire használható, ugye a később, hogyha már ezek a szintek el vannak a méheknél, lágakon lehet fémet velük termeltetni, palának például a tankrafthoz különböző dolgokat tudok, a szallismunduszt is tudom majd az egyik méhecskével például termeltetni, úgyhogy ilyen jellegű dolgok vannak, úgyhogy hogyha nincsen live, meg van szabad idő, meg kettfozza, akkor én ezeket csinálom, úgyhogy most ez megy, meg közben a Netherbe bányászok, ugye a géppel, ami a tegnapi adásba be lett mutatva, úgyhogy nagyjából így ennyi. Pala vagy már? Nincs pala. Na, visszatértem. Oké. Okay. Sorakoztattad a fiúkat? Hát elmondtam egy pár dolgot, majd nem tudom, én nem néztem az adást, hogy van egyáltalán most rajta nézve, mindegy, hogyha ezt gondolom fel fogod tenni ugyanúgy a többi rész közé, akkor tehát kifejtettem a méhecskés dolgot, hogy mit csinálok most ugye, hogy akkor a HV-n ezt az energia rendszert fogjuk használni, hogyha bejön ugye a dízeles méhecske, meg nagyjából az, hogy oldalágon, amik ugye, hogy haladok előre a méhekkel, oldalági méhecskék bejönnek, amikből leágazásgyanát lehet, meg tankraftos dolgokat csináltatni különböző méhekkel, meg érztermelő méhek, de 400, nem tudom, 50 vagy hány fajta méhecske van a játékban, kvázi szinte mindent le lehet velük termeltetni. Úgyhogy nagyjából ez lehet. Majd meg kell nézni, hogy miket szeretnétek. Például majd a puskaporos méhecskével is lehet majd foglalkozni egy picit később, csak még most a szeretném, ha végre a benzines méhecske meg lenne, vagyis a dízeles. És Jan, megint nem mentél? Nem, bocsánat, kutatok. El is felejtettem, hogy a kutatók belefölgörnyednek a mikrofon fölé is, meg a mikroszkóp, meg az elektromikroszkóp fölé is csendben. Nézzük. Hajaj, Gábor, én is így gondolom, hogy érdekes, amit a csíkbaró csinál, ebben egyetértünk, hogyne. Figyelgetem a csetet is, bocsánat, csak tényleg szöszölős napunk van, tehát ez most nem az a típusú adás, amit szoktunk csinálni, hanem az el vagyunk magunkban is, nagyjából.